Tisztelettel köszöntöm a mai képviselőtestületülésen megjelent képviselőtársakat, a polgármestereket, érdeklődő állampolgárokat, jegyzőasszony. A kiadott napirendi pontokat fogjuk tárgyalni, és a kérdezik ülésünket, akkor szeretném, hogyha a jegyzőként hitelesítőt választanánk. Én javaslom Piroska János alpolgármestert és Varga Zoltán alpolgármestert. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk a jegyzőként hitelesítőket. A szokásokhoz szíven a napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném, hogyha a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató jelentéssel kezdeni. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése észrevétele van, azt kérem tegyen. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem, aki elfogadja a tájékoztató jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Az első napirendi pontunk a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása. Ennek előterjesztője a jelzőasszony, úgyhogy hát is elmondja a szót. Minden évben a képviselőtestület határozza meg azt, hogy milyen feltételekkel kapnak támogatást, szociális tűzifát azok a rászorulók, akik a rendeletünkben meghatározunk. Az elmúlt ülésen volt arról szó, hogy a pályázatunkat beadjuk. A pályázatunk sikeres és eredményes volt. 95 köbmétert nyertünk a mostani pályázatunkon, és 20 köbmétert kaptunk még a tavaszon egy ilyen kiegészítésként. Tehát most összesen 115 köbméter felhasználására vagyunk jogosultak. Ezért ezt a rendeletet, amit évről évre megalkotunk, a Szociális Bizottság ülésen végigvettük a rászorulók köre szerint, és kibővítettük olyan személyekkel, illetve családokkal, akik menet közben az elmúlt évek során felmerültek, mint rászorulók, nem éppen a szociális tűzifánál, hanem a bizottság szállodás tűzifa megítélésében is döntött minden évben, és itt bizony kaptak olyan személyek, akiket a bizottság úgy ítélt meg, hogy a rendelet kereteiben nem férnek bele, de egyébként rászorulok. Ezért az elmúlt éveken túl két fő csoporttal bővítettük ezt a rászorulók körét. Az egyik, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy családjában fogyatékossági támogatásban részesülő személyt ápol. Vannak olyan családok, akik elég nehéz körülmények között élnek, amiatt, hogy általában fogyatékos gyermek, illetve az a gyermek már 30-40 éves is van, de ápolják és gondozzák, és a szülők foglalkoznak vele. Úgy gondoljuk, hogy ez az az élethelyzet, ami mindenféleképpen támogatást és elismerést igényel, és itt az egyfőre jutó jövedelem határt 80 ezer forintnál állapítottuk meg. Bízunk abban, hogy bele fognak férni mindazon rászorulók, akik tulajdonképpen tényleg olyan helyzetben vannak, hogy szükséges ez a támogatás. És a három vagy több gyermeket nevelőket is figyelembe vettük itt, hiszen aki több gyermeket, három is több gyermeket nevel, az ott eleve általában az egyfőre eső jövedelem azért kevesebb a családban, és ez a családnak igen nagy anyagi teher. És itt viszont 55 ezer forintnál állapítottuk meg az egyfőre eső jövedelmet. Ez végül is több, mint a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, mert itt lehetnek olyanok, akik már nem férnek be a jövedelmük miatt a gyermekvédelmi támogatásban, viszont itt még beleférnek. Tehát ezt a Szociális Bizottsággal átbeszéltük, és úgy gondoljuk, hogy így tudjuk a legtöbb
rászorulónak a támogatást adni, hogyha ezzel a két formával kibővítettük a rendeletet. És ugye maradnak benne, akik eddig is voltak. Az egyedülálló nyugdíjasoknak is ugye nagy nehézséget okoz évről évre a tüzelőanyag beszerzés. Itt az egyfőre eső jövedelmet 100 ezer forintra emeltük fel, mert az elmúlt évben tapasztaltuk, hogy voltak olyanok, akik 90 körüli jövedelemmel rendelkeztek, és akkor már nem fértek bele abba, hogy mi a rendelet szerinti támogatást meg tudjuk adni részükre, de így bízunk benne, hogy ha fölemeljük ezt az összeghatárt, akkor mégis többen ilyen egyedülálló személyek beférnek, akiknek ugye nagy gondot okoz a téli tüzelő előteremtése. És a határidőket módosítottuk ugye a 18-as évben, hogy meddig lehet benyújtani. Hát ez végül is két hét a mai naphoz képest, ugye november 16. Akiket mi tudunk, azokat mindenféleképp kiküldjük a kérelmet, akik tavaly is a látókörünkben voltak, és az lesz majd a kérésem, hogy akinek van még a látókörében képviselőnek olyan ember, aki úgy érzi, hogy belefér, meg a gondozókat is meg fogjuk kérdezni, a házi gondozókat, hogy az szóljon neki, hogy ne maradjon le a kérelem benyújtásáról. És mindenféleképp szeretnénk azt, hogy karácsony előtt ki legyen szállítva a tűzifa. Bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog. Az erdészet azt a tájékoztatást adta, hogy rendelkezésünkre áll a fa a Szokolyai völgyben, csak onnan majd el kell tudnunk hozni. Reméljük, hogy a járművek alkalmasak lesznek rá, mert tavaly is az volt a probléma, hogy esős időszak bejött, és nagyon nehezen volt megközelíthető a helyszín, ahol ez a tűzifa volt. Tehát elvileg a tűzifa rendelkezésre áll, tehát ha az önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a rendeletet, akkor jövő héten mindenféleképpen mindenkinek kiküldjük, aki a mi látókörünkbe kerül, és ha beadják november 16-áig, akkor a bizottság dönthet, és reméljük, hogy akkor a kiszállítás december hónapban meg fog tudni történni. Köszönöm szépen! Van esetleg egy szemrendeletekkel kapcsolatban? Nekem csak annyi lenne, hogy mi a Szociális Bizottság ülésen megtárgyaltuk, és valóban, ahogy a jegyző nem mondta, ezzel a kettő kiegészítéssel, tehát itt a fogyatékosság, illetve akik három vagy több gyermeket nevelnek, hogy ezt mi is mondtuk, hogy ezzel legyen kiegészítve, és tényleg minden benne van, amit mi akkor meg. És összetűrészelve lesz, vagy röntve? Röntve. Mert hogy nincs igény, aki... Jó, csak kérdem. Nincs kapacitásunk, hogy összetűrészelve. És egy támogatott hány köbméter kap? Hát ez most attól, hogy mennyi lesz, mert azt tudjuk, hogy 115 köbméter van, amit osztani lehet. És ez attól függ, hogy mennyi lesz, és akkor, hogy a bizottság, hogy valami tavalyi volt, hogy 2-3 köbméter. Igen, akkor jutott már, hogy 2-3 köbméter is. Hát most attól függ, mert kibővült a kör. Tehát, hogyha többen adják be az igény, természetes, ha több fel kell osztani, akkor kevesebb jut. Tehát az, ami fix, az az, hogy 115 köbméter az egész, ami osztható. Van esetleg ezzel a rendelettel kapcsolatban? Akkor szavazásra teszem, aki elfogadja a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet, az kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Következő napi rendi pontunk önkormányzati ingatlan ügyek. Ezt ülésünket megelőzően tárgyalta a pénzügyi bizottság, úgyhogy Kelemen Gyuláni elnök asszonynak átadom a szót. Mivel az önkormányzati területeknek a bérleti joga most októberben lejár, ez a Mikszáth utcai kertek fölötti területről van szó, valamint a Rék részről, Berkenye felé. És itt jött egyedi kérelem is be, megvásárlásról, Karakai Tamás vételi ajánlata, de a pénzügyi bizottság megtárgyalta, hogy a több földet nem kívánunk eladni,
fenntartjuk továbbra is a területeinket, bérletbe kiadjuk. Itt az előző szerződésben a bérleti díj, hát úgymond 1 forint volt négyzetméterre, ezt megtárgyaltuk, hogy ez igen jelentéktelen összeg, már 1 forintot címlet nincs is, és úgy döntöttünk, hogy 5 forint per négyzetméterre fölemeljük, és továbbra is bérelhetik azok, akik eddig bérelhették, ha igény van rá, de eladásra nem javasoltuk a földterületeket. És ezt szeretném elfogadásra, hogyha ez így maradjon, hogy 5 forint per négyzetméter és bérlet tovább meghosszabbítással persze 5 évre ugyanúgy lehet szerződést kötni. Köszönöm szépen. Két kérelem is érkezett önkormányzati területvásárlásra, akkor a bizottság úgy javasolja a testületnek, hogy nem kívánjuk az önkormányzati területeket értékesíteni, tehát összefoglalva. A másik pedig az, hogy a meglévő lejárt bérleti szerződésekre lehetőséget biztosítunk további 5 éves meghosszabbítása, viszont a bérleti díj az eddigi 1 forint per négyzetméter helyett most 5 forint per négyzetméter. Akkor aki ezt így elfogadja, azt kérem, készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat elfogadjuk. Rátérnék a következő napirendi pont tárgyalására, önkormányzati szerződések. Itt átadnám azt, hogy Józsi asszonynak az ügyet. Igen, mindenki. A fogászattal kapcsolatban képviselőtársak biztos, hogy emlékeznek, hogy az elmúlt évben többször fölmerült a testület előtt, hiszen nehezen találtunk olyan szervezetre, aki biztosítaná részünkre a fogászati ügyeleti ellátást. Sajnos Nógrád megyében csak Salkótarjánban van ilyen ügyelet, Vácon sincsen a közelben, és Budapest volt az, aki úgymond befogadott bennünket, és ingyenesen biztosítja a hétvégéken és ide a ünnepnapokon ezt a fogászati ellátást. Szerencsére a Szemmelweis Egyetemmel tavaly megkötöttük a szerződést, és most ugyanolyan feltételekkel kérik, hogy újra kössük meg ezt a szerződést. Tulajdonképpen a tartalmi elemei változatlanok, fizetni az önkormányzatnak nem kell, és ellátják ingyenesen az oda menő nógrádi lakóhelyen rendelkező embereinket. Tehát én úgy gondolom, hogyha a képviselőtestület ezt a szerződést felhatalmazza a polgármestert az aláírásra, akkor csak jót tesz az önkormányzati feladatellátás terén, tehát továbbra is biztosítva lesz az, hogy a fogászati ügyelet a lakosaink részére rendelkezésre álljon. Köszönöm szépen. Van-e esetleg ezzel a szerződéssel kapcsolatban bárkinek kérdései szerintenek? A szerződéssel kapcsolatban nekem nincs észrevételem, csak az, hogy tehát a nógrádi lakosok előre legyenek tájékoztatva, hogy ez az ügyelet, vagy nem tudom mennyire voltak eddig tájékoztatva, hogy hol érhető el, vagy hol van, vagy hogy vannak tájékoztatva, mert ugye nem mindenkinek van internet. Nem tudom, hogy mennyire elterjedt a faluban, hogy tudják, hogy az ügyeletet ez az egyetemnél lehet. Hát, tudom, ha valakinek szüksége van rá, ide telefonál, megkérdezik. Tehát eddig információt tudtunk adni, de semmi akadály annak, hogy kérdezik. Vagy orvosi rendelőbe, orvosi gyerekorvosinak kirejeszteni, amely le van. Így van. Itt van az időpontok, ezeket ki lehet tudni. Ki lehet függeszteni, hogyha valaki jobban látja, vagy telefonszámmal, mindennel. Hirdetményeket teszünk ki, akkor több helyre is, akkor reméljük, hogy mindenki eljut az információ. Akkor aki megadja a felhatalmazását arra, hogy ezt a feladatellátási szerződést aláírjam, és elfogadjuk a szerződést, azt kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat elfogadtuk.
Van egy másik szerződésünk, ez a tanterülettel vagyonkezelési szerződés módosítása. Ezt tárgyalta ülésünket meg előzően a pénzügyi bizottság, úgyhogy kérem felnök asszonyt a bizottság állásfoglalásában. Hát igen, ez a tankerülettel jobban ez az általános iskolának a fűtési szerződés módosítása, vagy egy melléklet kiegészítése, amit már mi régóta hajtottunk, hogy nem megfelelő szerződés lett annul kötve, és ugye az iskola kikerült a kezünkből, a tankerület vette át, és azóta se lett ez a szerződés módosítva, és ezért mi ezt felhatalmaztuk a jogfőnök, és mondta, hogy egy ügyvéd által, aki jogi úton ezt tudná rendezni, hogy valamelyest korrigáljuk ezt a szerződést, és védve legyünk. És ennek a szerződésnek ez a melléklete, hogy így bekerült a tankerület is ebbe a szerződésbe, mert eddig mind kívülálló volt, minden minket terhelt, a szerződés az önkormányzattal élt. Most ezzel a melléklettel bekerült így a tankerület is, a szerződések időpontja ebben a mellékletben le van fixálva. És mivel a szolgáltatóval nem jött létre megegyezés, ezért most Peres útra is elindítottuk ezt a szerződés módosítást, amit az ügyvéd úr folyamatosan tájékoztat minket, valamint a szolgáltatót. Hát egyrészben most két évig így védve vagyunk, reméljük, hogy ez a szolgáltatóval sikerül megegyezni, és ez helyre kerül ez a szerződés. És ennek a mellékletét mi kitárgyaltuk itt a pénzügyi bizottságon, benne van foglalva, aminek kell. Úgyhogy itt most már hárman vagyunk ebben a szerződésben. Remélem, hogy sikerül megnyerni a pert, vagy nem kerül Peres útra ez a szerződés módosítás. És tiszta vizet önthetünk a pohárba, mivel az is szigetelés történik, tehát ott is egy megtakarítás kell, hogy keletkezzen, és ezzel élhetünk azzal, hogy szerződést kell módosítanunk, vagyis a tankerületnek, hogy mi ebből a körből valahogy kijussunk. Úgyhogy ennek a mellékletnek, vagy a kiegészítését javaslom elfogadásra, mert így az önkormányzat kicsit védve van. Köszönöm szépen. Tehát akkor, aki a bizottság javaslatával egyetért, hogy a... Én még szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni, mert aki most nézi ezt a képviselőtestület ülést, az nem érti, hogy most miről van szó. Ha nem veszitek rossz néven, pár mondatban megfogalmaznám. Tehát arról van szó, hogy a jogerőd önkormányzat anno annak idején kötötte egy fűtési szolgáltatásra vonatkozó szerződést az iskola, az óvoda és a polgármesteri hivatal fűtésével kapcsolatban. Időközben az élet átírta a történetet, az iskolánkat úgymond államosították, vagyis az állam átvette az oktatást, így az önkormányzat kezéből ez kikerült, de anno annak idején, amikor a jogerőd önkormányzat ezt a szerződést megkötötte, akkor nem volt még róla tudomása, hogy itt tulajdonosváltás fog történni. Tehát időközben a KLIK átvette az iskola működtetését, de a szerződés fűtése vonatkozó részébe a KLIK nem folyt bele, tehát továbbra is a szerződés az önkormányzat és a szolgáltató között állt fenn. Na most, amint mondottam, hogy az élet átírta a történetet, és nem az önkormányzat hibájából, hanem egy rajtunk kívülálló ok miatt indokoltá vált a szerződésnek a módosítása, vagyis az óvodánál megtörtént a szigetelés és a nyilvánzárók cseréje, tehát lényegesen kevesebb energiára van szükség ahhoz, hogy az épületet ki lehessen fűteni, de ez a költségeknél nem jelent meg, mert a szerződés értelmében a szolgáltató ragaszkodott a szerződésben kialkodott és rögzített összeghez. Most nagyon
tömören fogalmaztam. Na most az iskolánál volt még egy másik problémánk, hogy amikor a vagyon átvétel vagy átadásra sor került, a klik a jogszabály értelmében be kellett volna, hogy kapcsolódjon ezekbe a dolgokba, de a klik ezt elmulasztotta, és ezért kellett először is ügyvédhez fordulnunk, aki felvilágosított bennünket, hogy hatnunk kell a klikre, hogy ő is vonuljon bele ebbe a képbe, tehát a jogszabály alapján, és ez a szerződés kiegészítés azt tartalmazza, hogy a klik tudomásul vette, hogy neki kötelező belépnie harmadikként ebbe a szerződésbe, és garanciát adott arra, hogy 2020-ig, mivel addig van fennállása a szerződésnek, vállalja, hogy a szolgáltató által az önkormányzat részére leszámlázott és az önkormányzat által tovább számlázott, helyesen mondom? Igen. Összeget a klik teljesíti, kifizeti. Na most időközben az iskolai pályázat révén energiaprogramban vesz részt, nyílászárók cseréje és szigetelésre kerül sor, tehát előbb-utóbb rajtunk kívülálló ok miatt esedékessé fog válni a szolgáltatói szerződésnek a revidiálása. Na most a bizottsággyűlésen elmondtam, hogy egy szerződést többféleképpen lehet fele oldani. A két fél kölcsönösen megegyezik, vagy pedig valaki egyoldalúan felrúgja, vagy pedig a bíróság dönt benne, hogy ez a szerződés így, ahogy van, nem jó. Tehát most ott tartunk, hogy történt egy előzetes egyeztetés a szolgáltatóval, de a szolgáltató nem úgy reagált erre a megkeresésre, ahogyan mi gondoltuk, és a képviselőtestület már több alkalommal is foglalkozott ezzel, hiszen a szolgáltató mindig az esedékesség idejében benyújtotta a számláját, amit végül is jogosan nyújt be, mert ő a szolgáltatását teljesítette. Az egy más kérdés, hogy mi a képviselőtestület nem tudtuk ezt elfogadni, mert pontosan azért, hogy az energia megtakarítás nem nyilvánult meg ezekben a számlákban. Tehát az akkori képviselőtestületi döntés értelmében a benyújtott számla 60%-át, ugye? Igen. Fizettük ki, és a fennálló 40%-ot vitatjuk. Tehát mi szerintünk ez a megtakarítás? Nem, nem fizettük ki, mert mindig visszaküldjük a számlát. Jó, tudom. Tehát, de annyit tehát, ismerünk el belőle. Így van, tehát annyit ismerünk el. Köszönöm, hogy kiegészítetted. Tehát ezért mondom, hogy aki nézi, az értse, hogy miről van szó. Tehát gyakorlatilag most mindaddig ez a úgynevezett adminisztratív téli toli, jó, mondom, Martika? Jön a számla, visszaküldjük a számlát, jön a számla, visszaküldjük a számlát. Tehát most mi részünkről nem az hiányzik, hogy mi nem akarunk fizetni, nincs ráutaló magatartásunk arra, hogy jogtalanul veszük igénybe, hanem az összeg nagyságát vitatjuk. És mivel nem született benne egyesség, ezért kell peres útra terelni a dolgot, hogy egy rajtunk kívülálló, mindenki által elfogadott ítélet alapján történjen a további folytatás. Tehát itt tartunk most per pillanat, és akkor azt hiszem most már egy kívülálló is nagyjából érzékeli, hogy miért kellett peres útra terelnünk ezt a dolgot. Köszönöm, csak ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Én csak egy kiegészítés, mert itt össze az iskola és óvoda. Jó, hát most én arról beszéltem most, de az iskoláról. Hát de épp, hogy az óvodában van a peres ügy, tehát az a lényeg, hogy az iskolának... De itt mondtam, hogy itt esedékes lesz az iskolánál, amikor az energia program befejeződik. Jó, tehát igen. Az iskolánál az a lényeg, hogy a tankerület átvállalja, megkötjük a szerződést, és az óvoda, ez egy másik kérdés, ott lesz per, ha minden igaz. Így van, ott vitatjuk az összegnagysággal. Az iskolánál csak fogjuk, ott most még jelen időben vagyunk, de majd a következő. Ja. Jó, ennyi van. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg ezzel a megállapodással kapcsolatban bárkinek egy ilyen? Akkor felhatalmaz a képviselőtestület arra, hogy aláírjon ezt a tankerülettel kötendő külön megállapodást, akkor aki ennek a külön megállapodásnak a tartalmával, szövegével egyetért, azt kérem, készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Következik az egyedek hatán, bocsánat, még mindig az önkormányzati szerződéseknél tartunk. A mai napon megkeresett a
általános iskola energetikai beruházója, aki a kivitelezést végzi, és kéri szerződés módosítását, amely arról szól, hogy eredetileg 2018. október 31-ig kellett volna elkészülni ennek a beruházásnak, és arra hivatkozik, hogy a nyílászárók gyártása 6 hetes csúszásban volt, emiatt későbben tudta elkezdeni a beruházást, úgyhogy kéri azt, hogy a köztünk lévő szerződést november 22-re módosítsuk, hogy a műszaki átadás átvételnek az időpontja is ez, a november 22-e lenne. Tehát ő megkeresett, én kértem azt, hogy tehát nekem mindenképpen ezt a testülettel egyeztetnem kell, úgyhogy kérem szépen a testület hozzájárulását, hogy akkor az október 31-i dátum november 22-re változzon. És ő már... Október 30. Október 31-ről november 22-re. Igen, talán 22-re. És akkor a ülésünket megelőzően a pénzügyi bizottság is tárgyalt, aztán ott fölvetődött az, hogy esetleg lennének elvárásaink a kivitelezővel kapcsolatban, de ezt úgy gondolom, hogy személyesen fogjuk vele leegyeztetni, megbeszélni. Akkor ami egyébként azzal, hogy a szerződést módosítsuk az elhangzott látomokra, tehát október 31-ről november 22-re, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat elfogadtuk. Egyébként jó halad a beruházás, voltam, ma bementem, megnéztem. Rengeteg munka van, mert a sok ablak, ugye a visszajavítások, a párkányok, elég sok egyedi dolog van, a tornaterem is nagyon szép lesz, már belül festik, szépen le van a vasszerkezet is rából, nagyon jól mutatnak az új ablakok. Éppen a vizes blokkot csinálták, amikor ott voltam délelőtt, tehát szépen hangadnak, vettem észre, hogy egy klassz épület lesz. Elektromos hálózat? Hogy? Marad? Nem, azt a tankerületben a tankerületben úgy lesz, teljes egészében úgy lesz, úgyhogy ez a két hét kellett is nekik, mert osztályra osztályra haladnak, meg a főkapcsolót is ott teljesen a tüzetén kicserélik, meg radiátorokat a Zsuzsány mintetted, ugye? Minden. Radiátort is cserélnek. Téli szünetben kicserélik a radiátorokat is. Most a tornateremeket cserélik, de hát utána ugye majd megint le kell engedni a vizet, és a tornateremben az összes radiátor ki lesz cserélve? Igen. Igen. Tehát nem csak a szerepet. Tehát akkor nem csak a tornateremben a lámpatestere marad? Azt szerintem az marad. De fele nem világít már. Hát gondolom, hogy javítják, kicserélik. Az nem a... Tehát ez két külön pályázat, mert a tankerület pályázott a villamoshálózat felújítása, meg a tornatermék csatornahálózatnak a kijavítására, tehát a fonti tetőre. Azt kérdezem, hogy a tornatermi lámpatestek azok maradnak, vagy fel lesz újítva? Nem tudom. Hát a pályázott az elektromos felújításra, akkor igen, is be... Igen, csak az iskola. A iskola épületére, külön a tornatermi. Igen. Nem. Ja. Szerintem az csak az iskolai volt. Hát nem hozzátartozik? Hát, nem hozzátartozik. Az a tornaterem. Több kérdése nincs. Ja, köszönjük szépen. Akkor következő az egyebek napi rendi pont. Itt a két nagy rendezvényünknek az elszámolását tárgyalta a pénzügyi bizottság ülésünket megelőzően, úgyhogy átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének. Hát igen, itt két nagy rendezvényünk van ugye a falunak, egyik a várjátékok, a másik az őszi vigalom. Ugye az első, vagy két hónap ezelőtti testületén már a várjátékokat nagyjából átfutottuk, ott mínusz felzártunk, az őszi vigalomnál nullára, én úgy látom. De megtárgyaltuk ezt a pénzügyi bizottság ülésen, hogy vannak olyan tételek, amit át kell gondolnunk, hogy ugye a tapasztalatok mutatták, hogy az ételeknél a nyersanyag része, az eladási értéke,
a fellépő, tehát van mit átbeszélnünk, hogy mit kéne helyesen csinálni, hogy egyszer már ez a őszi vika is pluszos legyen. Az pluszos, hogy szokott lenni. Plusz eddig, de most nem. Most nem. Most nullára ment, igen. Vannak olyan... Nem kérdés, hogy mit kértünk vissza. Van olyan, ami a tervezetben nem volt és bekerült. Ugye ez is emelte a kiadási oldalt. Az ételek eladása jól zárult, a bál sikeres volt. Tehát a hagyományos része az tényleg elfogadható. A tervezetet felülmúlta. Nagyon hiányzott egy pályázati pénz, ami nem jutott erre az őszikvikalmi rendezvényre. Nagyon sokan dolgoztak ott, és én úgy veszem észre, hogy ha bár ezt többen lehangolták a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy én úgy látom, soknak megterhelő, túl sok feladat, sok munkát igényel, ugye ennek a leszervezése, lebonyolítása, ugye itt hurcolkodnunk el jobbról-balra. Hát nem tudom, meddig lesz energiájuk, akik eddig segítettek, mert szinte mindig ugyanazok jelennek meg. Van, aki a munka helyéből kifolyólag nem tud bele folyni ebbe a munka előkészületi munkálatokba. De itt többen is mondták, hogy szükség van erre a rendezvényre, hogy a falu emberei igénylik. Hát ezzel nekem most már úgy nincsen kifogásom, igénylik, mert tényleg színvonalas műsor volt. Itt már csak a költségeket kell a jövőre tekintettel megbeszélnünk, hol lehet lefaragni. Nem is a nagy nyereség miatt, hanem az, hogy a rendezvény ne kerüljön többbe, ne legyen mínuszos. Tehát az önkormányzat nem bírja el azokat a rendezvényeket, ami mínuszos. Itt a várjátékoknál is vannak olyan dolgok, amit igenis lehet csökkenteni, hogy vannak olyan tételek, amit le lehet faragni, hogy nullára jöjjünk ki. Ugye a munkálatok az egy plusz teher, meg van, aki szívesen is csinálja. Nagy leterhelés, az biztos mind a két rendezvény, mert nem egy kis munka. Erről én tudnék beszélni. Igen. Van, aki nem is alszik éjszaka. Itt ugye tényleg mind a két rendezvényen a polgárőrök, nem is akarok talán külön kiemelni senkit, de nagyon oda tették magukat, a tűzoltók is segítettek, kölcsönadták a sátrukat, a hurcolkodásban besegítettek. Tényleg azt lehet mondani, hogy már egy megszokott rutin csapat van, akik ezt csinálják szívből, remélem. És tényleg jó sikerült mind a két rendezvény, igaz, hogy az összességében egy kicsit nagy a költség, de ha nullára kihozzuk, akkor végülis az önkormányzatnak nem fog kerülni pénzbe. És ezért talán tavaly is ugyanúgy elmondtam, hogy meg át kell gondolnunk, hol lehet lefaragni, és ha egyszer van egy tervezetünk, nekem az a javaslatom, hogy attól nem szabad ellépni. Tehát megtervezünk valamit, attól vagy több lett, bevételi oldalunk lehet több, de a kiadási oldal ne legyen több. Az a plusz 5-10% eltérés lehet, de ne legyen több. Én csak ennyit szeretnék, mindenkinek megköszönöm, akit segített és támogatta az önkormányzat a munkájával, az adományaival, részvételével, tényleg a főzésben is segítő szorgos kezeket, szinte az idősebbtől a fiatalig mindenki segített. És most az őszi vikalomnál tetszett, hogy az óvodások nem voltak annyira leterhelve, de ott voltak és segítettek. A civil szervezeteknek nagyon megköszönöm, hogy ott voltak és támogattak minket, az önkormányzatot. Mindenki úgy érzem, jól érezték magukat. Jó volt az időnk, látványos volt, jó volt a visszhangja mindkét rendezvénynek.
szerintem én úgy érzem, hogy jobban át kell beszélni a két rendezvényt, és én nagyon sajnálom, hogy ez a non-profit szervezet, akit mi a testület szerettük volna, hogy létrejöjjön, és valamennyi terhet levegyen erről a rendezvényekről, nem alakult meg, mert ők igencsak támogathattak volna, ha nem is a kétkezi munkájukkal, hanem a szervezésben, a anyagi javak megszerzésében, és nagyobb látókörük van, ahogy így több előadásukon voltam, hogy több pénzt tudnának szerezni. Mivel tudjuk, hogy egyik rendezvényünk sem nyert soha még egy pályázatot, támogatást, mert legtöbb faluban bármelyik rendezvény, ilyen nagyobb kiadású rendezvény azért állami támogatással vagy pályázattal jön létre egy részben, nem mind részben. De amíg a falusiak jól érzik magukat és a lakóink szívesen eljönnek, kell csinálni, csak átgondoltam, legalább nullán legyen mind a két rendezvény. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Maria megelőzött azzal, hogy mindenképpen én is szeretném megköszönni valamennyi segítőnek, aki kivette részét munkával, adománnyal, támogatással. Úgyhogy nem is tudok én sem külön kiemelni mindenkit, mert tényleg úgy gondolom, hogy mindenki szívvel, lélekkel egy akaraton volt, és így ment is jól. Úgyhogy képviselőtársaimnak is, alpolgármestereimnek is megköszönöm a segítséget, hogy közösen úgy gondolom, hogy egy maradandót tudtunk megint alkotni a falu javára. És én szempontból ezt a nulla, ilyen nincs, hogy nulla kiadás, a betervezett kiadásoktól ne legyen több. Tehát mindenütt, minden önkormányzat támogatja ezt a bármilyen rendezvényét, tehát ott nagyon komoly vállalkozók támogatásának kell lenni, ahol nem kell az önkormányzatnak betenni pénzt. Tehát az önkormányzatnak külön van erre feladata, van erre pénz, erre az államtól kap támogatást, hogy ilyeneket megvalósítson. Tehát én ezt a szót, hogy nulla, ezt nem igazán használnám, hanem inkább azt, hogy ne kerüljön többbe a betervezetni, inkább így fogalmazunk, mert ez pontos, mert az, hogy nullszaldós, az biztos, hogy többbe ne kerüljön a kiadási oldal, ne kerüljön többbe. Tehát ez a tervezettől ne nagyon mozduljunk el. Tehát így pontosabb, mert az biztos, hogy kiadásba kerül. Én egyébként én úgy gondolom, hogy a két rendezvényhez itt az egyiknél 700 ezer forint volt, ugye a másiknál, amit az önkormányzat adott támogatást, a másiknál. Ez is ugyanaz. Jó, igen. 700 meg 900 az 1 millió 600 ezer, tehát én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem sok önkormányzati arra. Főként úgy, hogy még vendégeink is voltak azért. Tehát testvértelepülésekről is voltak. Valamint a felvonulók, ne feledkezzünk arról is. Igen. Tehát azok is. Is igen. Végülis ők is a vendégeink voltak. Vendégeink, azért mondom, hogy ők is a vendégeink, nem csak a meghívott vendégek, hanem a felvonulók. Meg az önkéntes vendégek. Így van. Felvonulás. Nem tudom, hogy az elszámolással kapcsolatban van-e a bizottság. Hát a bizottság ülésen megtárgyaltuk, én már itt ezzel nem nagyon akarom, ugye ott részleteztük, mondtam, hogy van 3-4 pont, ami lehet majd egy kicsit lefaragni, megbeszélni. Tapasztalatok hozták, hogy hol mentünk el, mit kell másképp csinálni, vagy másképp tervezni. Nekem ugye itt az elszámolásban ugye nem mutattak ki két szó, hogy az mit tartalmaz, de így a bizottság ülésen megtárgyaltuk, hogy a reklámanyagon kívül még mit tartalmaz, így elfogadható volt az elszámolás. Mi került bele? És a bizottság elfogadásra javasolja, hogy igen, az igazán elszámolása. Igen, elfogadásra javasolja. És a vágyjátokok? Mind a kettő. Mert azt hiszem, hogy
a várjátékoknak a mínuszos szaltója korrigálásra kerülhet. Van aranytartalék. Akkor a költségvetésben tervezett összegre még kiegészíthető, ami eredetileg benne volt a költségvetésben. Ami és a plusz nem mondott tiszteletnyi. Plusz egy nem mondott tiszteletnyi, még ami hozzájön, és így akkor az is mondja. Villányi Péternél képviselő azt, hogy nem tudok már eljönni, de látva azt, hogy mit fogunk tárgyalni, ő jelezte, hogy ő szeretne lemondani egy havi tiszteletdíjáról a várjátékok rendezvényhez. Pedig elvileg, hogyha 300.000 forint meg lesz a 27.000 forint, meg akkor 40.000 forint az, ami hiányzik még ahhoz, hogy ne kerüljön többe, mint a tervezett összeg. Hát itt is ugye egy olyan kiadás lépett közbe, ami évekre egy beruházás, ez a villamosság, amit nem terveztünk, és tehát ez hosszú távú beruházás, ami most csapódott lenni a rendezvényi. De ennek több év alatt igen, hogy szolgálja a rendezvényt. Így van. Van egy esetleg beszámolással vagy a rendezvényeket kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem, aki elfogadja az őszi vigalom rendezvény elszámolását, azt kérem készfelemeléssel jelentse. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat elfogadtuk. Akkor aki elfogadja a várjátékok elszámolását azzal a kiegészítéssel, hogy akkor 300.000 forint még a költségvetésben tervezett összeggel a tényleges elszámolás megemelése kerül, valamint kiegészül Villányi Péternél egy havi tiszteletdíj lemondásával, akkor azt kérem készen. De akkor mi hiányzik? Akkor többet kell hozzátenni valamiből. 40.000 forintot. Még 40.000 forintot. Amikor elég volt, hogy valamiből kell tenni. Tehát akkor tegyük a tartalékból. Nem. Ott nincs egy forint sem tartalékból. Hát mondjuk a varázsolja. Megvarázsolni. Nincs forint. Euró. Majd varázsol. 40.000. Megvonok ki tiszteletét. Mennyi egy tiszteleti? 27.000. Ha bruttót már fika át lehet rakni? A bruttó az 27.000. Az menni oda, ha lemond a tiszteletidon? Akkor én lemondok egyről. Akkor már nincs a 13. Annyi is. Hát annyi megvonni már, annyi lesz a tartaléka. Fogadja az őszi, vagyis a várjátékok elszámolását, azt kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom egy hangulat, és aki elfogadja Villányi Péternél és Kelemen Gyulánél egy havi tiszteletdíj lemondását a várjátékokra, azt készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat elfogadva. Hát én tovább folytatok az egyedek napi rendi pontot, nem tudom a képviselőtársaknak. Mi szeretnék egy olyat, ha most nem is születik döntésre, gondolkozunk el rajta. Mégpedig a felvetésemet az indított, hogy a mai nap során is volt itt olyan érdeklődő, aki magánszemélytől fog vásárolni területet, és azon fog építkezni. Több területet mondott, a Hunyadi utca folytatásaként. Most van folyamatban kialakítás, telek kialakítás. Most itt az a kérdés, hogy gyakorlatilag a víz, szennyvíznél ugye
azon telkeknél, amik már megvoltak akkor, amikor ez a vízvezeték, szennyvízvezeték rendszer elkészült, érdekeltségi hozzájárulást kellett fizetni ugye minden ingatlan tulajdonosnak. Itt a, ugye, a víznél nem került csonk elhelyezésre, azt mindenki magának oldotta meg, viszont a szennyvíznél az ingatlanon csonkok kerültek elhelyezésre a beruházás során. Tehát nyilvánvaló, hogy úgy gondolom, hogy ezt nem folynánk bele ennek a kiépítésébe, viszont az mindenféleképp kérdésem, hogy az önkormányzat kére érdekeltségi hozzájárulást, és milyen összeghatárban azért, hogy a fő vezetékre rákössön víz és szennyvíz esetében bárki. Tehát az újonnan kialakult landó telkek esetében. Tehát ezügyben el kéne gondolkoznunk, hogy milyen eljárást folytatunk, hogy, mert ez igazából nem nagyon fordult elő az utóbbi időben, kivéve az új telkeinknél, ahol az önkormányzat építette ki, és ott 30 ezer forintot kellett végül is befizetni. Azért, mert hogy ott az önkormányzat saját maga kiépítette. Meg ott azért is volt csak 30 ezer forint, hogy segítsük azt, hogy családok telepedjenek le. Hát nyilvánvaló, hogy itt is a telkek alakulnak, itt is ez a cél. Tehát kérdésem, hogy most döntünk-e, vagy gondolkozunk abban, hogy milyen érdekeltségi hozzájárulást vetünk ki az ilyen esetben. Hol lesznek ezek a telkek? A Hunyadi utca folytatása. A Hunyadi-Ferinek a területen volt, vagy van. Ezt megvásárolta valaki is? Most szándékozzuk megvásárolni és építkezni szeretne, igen. Meg a szembe lévő terület. Tehát az út felett, ami megy a Vékkendekkel. Az útnál. Tehát annak idején a 80-as években építették ki a vízhálózatot, akkor 25 ezer forint volt az érdekeltségi hozzájárulás, de hát az még a 80-as években. Most, ahogy a csatornát vezették, ott 120 ezer volt annak, aki a társulát belépett. Ki a TPL-t építette? Igen. Volt, aki aláírta a szerződéseket. Igen, csak az mondjuk kapott csunkot érte. Tehát... Ez meg csak annyi, hogy ráköszön a mi rendszerünkre. Igen, itt a lehetőséget építés, kap, igen, csak a lehetőség itt. Aha. Azt gondolom, hogy erre is kell valamit hozzájárulást fizetni, de hát azt most nem lehet eldönteni. Én szerintem is költségek. Hát voltak fajlagos költségek, amelyik ja. Ki kell indulni. Hát most a mérszer legyen egy vonal, de a lakosság akkor megépítette a csatornát, akkor tulajdonképpen hát akkor az a egy fajlagos, az a víz. Annak 80-ban az a 25 ezer, az nem kevés pénz. Mondjuk ott is volt, hogy 10 év alatt lehetett 2500 forintjával volt, tehát ott is volt az ilyen részletfizetési kedvezmény. Ott is volt. Akkor én azt gondolnám, szerintem. Hogy erre térjünk vissza. Csak ez most annyira friss volt, tehát igazán nem is tudunk utána járni mi sem, mert ez pont mielőtt az ülés kezdődött volna, ez akkor vetődött fel, akkor Gerczó asszony kereste egy állampolgár ezügyben, és akkor azért ez teljesen friss most. Tehát még mi sem tudtuk igazán előkészíteni, mert annyira új volt, úgy mondjam. Jó. Jó, akkor következő alkalommal. Van esetleg valakinek? Én csak a pályázatokkal kapcsolatban szeretném, hogy a tóval kapcsolatban van valami. Elutasították a pályázatunkat. Telefonált a pályázatíró arra való hivatkozással, hogy a mi tagunk nem természetes tó, hanem mesterséges. És azt mondja, hogy ez sehol meg nem jelent a pályázati kiírásban, azt mondja, hogy megpróbál egy fellebbezést írni. Úgyhogy pont múlt héten jelezte, hogy sajnos ez a pályázatunk támogatásban nem részesült. Akkor ez bocsánat. Hát most azt kell végig gondolnunk, hogy amennyi saját erőt hozzátettünk volna, hogy akkor esetleg ebből a saját erőből újra kell tárgyalni. Tehát újra kell tárgyalni, és azt gondolom, mert végül is 13 millió forint saját erőt kellett volna hozzátenni, hogy esetleg
megpróbálom ide hívni ismételten a várjunknak, és akkor megbeszéljük, hogy meg hogyha esetleg ennyi saját erőt hozzá, vagy ennyi költségvetési lehetőséget tudnánk biztosítani, hogy mi az, amit meg tudnak belőle csinálni. Nem volt kérve a pályázatban, nem hiszem. Még a mezőgazdasági osztály vezetővel is beszéltem, Salmótanyámban, és azt mondja, hogy ilyet nem tartalmazott a pályázati kiírás, hogy kizárólag lenne az, hogy nem természetes tó. Mert azt mondja, természetes meglévő is a patakvizek, a bele és a patakvizébe folyik vissza. Vitatható, hogy mi a természetes, mi nem. De a kialakítása nem természetes körülmények között, hanem mesterség. A mesterséges csak a halastavon is, ahol halakat említenek. Na, és akkor még egyetlen egy csak, hogy a szemétszállításon csak, hogyha valami információtok lesz. Hát a jövő héten fogunk menni közgyűlésre, úgyhogy remélem, hogy jövő héten többet fogunk tudni. Most jelen pillanatban ott tart, hogy a katasztrófa védelem fogja valószínűleg ezt a szolgáltatást valaki által elvégezni, mert a Zöldhíd Kft. Azt bejelentette azt, hogy működési pénz híján nem tudja fenntartani a szolgáltatást. Tehát most hétfőn már csak az óvodába, iskolából vitték el a szemetet, sajnos sem a lakosságtól, sem a többi intézménytől nem vitték el. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ha a katasztrófa védelem veszi át, egy-két hétről van szó. Tehát kérik azt, hogy mindenki olyan zsákba tárolja addig a hulladékot, hogy esetleg kutyák ne vigyék szét. Hát azt ígérték, hogy egy-két héten belül rendeződik a szállítás. Hát remélem, hogy jövő héten többet tudok, közgyűlés van összehívva. Mi is tagjai vagyunk ennek a Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei hulladékgazdálkodási társulatnak. Annak a közgyűlése, hát remélem, hogy hasznos információkat fogunk kapni. Tehát most sajnos olyan helyzet állt elő, hogy a szolgáltató nem szedi a díjat. Tehát egy központi hivatal szedi a díjat, és ők arra hivatkoznak, hogy a központi hivatal nem finanszírozza, tehát nem utalja vissza azt a beszedett díjat, amelyből működni tudnának. Úgyhogy azt mondta, hogy működési költségek híján sajnos nem tudja a szolgáltatást fenntartani. Akkor nekem lenne még itt a infónál ez a kerítés téma, hogy ez valami förtelem, amit odaépített Anita, hogy ez most milyen okból, vagy milyen célból épült ez most oda. Velünk nem egyeztette, hogy milyen. De ez neki lehet, hogy fölhúzok olyan magast egy épületet, eltakarok? Nem voltatok bejáráson? Hát megnéztük, igen. És mit mondott, vagy... Ő nem volt akkor, amikor ott voltunk. És most ezt hogy lehet? Tehát, ha nem folytat építési munkálatokat, mert én úgy, vagy egy ideiglenes építmény, vagy nem tudom. Mert ugye ott nekünk az épületet eltakartja a mi épületeinket, nem tudom, láttátok-e? Hogy nem lehetne őt felszólítani, hogy magyarázza meg, hogy ez most mi? Milyen kerítés ez? Hát nézd meg, az info elé, ahol odaadtuk azt a kis parkoló területet, azt lekerítette az infótól az ő épületéig, valamint a másik oldalon fölhúzott egy álcakerítés, álcahálós kerítés. Rárakott valami zöld, de egy másfél-két méter magas. Tehát ahol van a mi épületünk, az takarásban, ott van egy méteres, épp hogy a járdát hagyta meg egy kicsit, végig bekerítette, előről nyitottam. Tehát a saját területét kerítette. De első részét hagyta, hogy a parkolóval be tudják menni a kocsira. Saját részét, de ilyen nincs, hogy egy métert kiadjuk egy épület, olyan, mintha a házad elé húznák egy két méteres falat. Tehát mi célból, hát ez, én nem fogom azt odahúzok, hát ez egy műemlék terület, meg ilyet, hogy vas kerítés, álcaháló, hogy egy ilyen, hát tudod milyen csúnya látvány, hogy jönnek a turisták, hát ez egy valami észpontó. Hát
Akkor meg kell vizsgálni, hogy jogosan építette, nem építette jogosan? Hát egy az, hogy nyilatkozzon, hogy milyen szándéka, vagy miért épített oda, vagy miért húzta föl, vagy milyen okból, vagy lehet-e, nem tudom, jegyzőnő, ezt, hogy lehet-e ilyet csinálni saját? Egy ilyen, nincsen ott, hogy megadva mennyi távolság. Nem, vascsövek vannak lefúrva, drótháló, és rajta ilyen zöld leveles álcaháló. De olyan jó másfél, 1,80 magas, nem tudom. De nincs ez ilyen cső. Magas, de meg hát elég magas, de magas, de lehet a takarásban van az életünkben. Másfél méter. De azt tudjuk, hogy akkor, ahogy mondod, megnyilatkoztad, és akkor van. Milyen szándékban került oda, meg rákérdezünk az építési hatóságra, hogy van-e joga ahhoz, hogy ilyet csináljon. Igen. Ennyit tudom. Tehát egy különálló épület takarásba tette teljesen, hát romboló, meg műemlékvédelmi terület. Hát oda nem lehet akármilyen kerítést fölhúzni. Utána járunk. Mert ez nagyon váltja a szemünket azért. A készítünk fotókat, és akkor az építési hatóságtól megkérdezzük azt, ja, hogy van-e joga. Hát ilyen. Járjunk már utána. A másik, ha már itt tartok a várnál, ugye befejeződtek az ásatások. No, a migránsoktól fél? Tessék? De akkor no, a migránsoktól fél? Hát akkor még kellett volna eléje is. Meg be tud menni, csak igen. Egy ő kijelölte a parkolói terciáit ott. Nem csak a parkolói, kihúzta az egész. Tudom, mert ő ott kim voltam, délelőtt láttam, kiírta, hogy a vendéglőbe érkező, a vendéglőbe kocsival érkezők részére fenntartott parkolóhelye. Hát de akkor a parkoló területet, mert a teraszra meg a székek közé biztos nem megy autó, akkor azt a kis darabot alacsonyabb kerítéssel ki leválasztom, hogy oda ne menjen más. De ugyanakkor, ha neki jön 20 vendége, oda nem fér csak három kocsi, a többit hova rakja? A mi területünkre, igen, nem? Most nem az, hogy meg kell, mert nem tudjuk, hogy mi a szándéka sem. Mindenki találgat, egy az, hogy tájromboló az egész. Tehát olyan, mint egy honvédségi hangár. A másik még itt a várjátéknál, vagy ásatásokkal kapcsolatban ugye befejeződött, és azt hiszem két hónapja beszéltünk, nem tudom, hogy szeretnénk, hogy a tárlatból egy kiállítás, vagy mit vagyunk. Hát csak megfelelő körülményeket kell biztos teremtenünk. Igen, de ugye ezt meg lehetne írásban, hogy milyen körülmények kellenek, hogy elég egy kultúrház, vagy mit találtak, hogy nagyon szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, vannak érdeklődők, hogy mégis mi lett az eredménye, vagy egy kis tájékoztatást, mert nem tudunk. Ugye beszéltünk erről, hogy igen, ha csak igen, egy pár igen, dolgot, igen, igen, a vitrineket, ilyeneket be tudjuk igen szerezni, mi is még, ha kölcsönkérjük, hogy ennek mi a feltétele, vagy lehetséges-e, hogy az emberek ugye azért csak egy hónapig dolgoztak ott. Ugye a földmunkákat megcsináltuk, az ugye a plac úgy, ahogy rendben van. Akkor, amikor itt voltak ezek a bár, vagy a műemlékvédelmi hivataltól voltak itt, ugye amikor a pályázatról igen beszéltünk, azokról most egyelőre nincs semmi, hogy azóta nem jeleztek semmi. Mert ugye akkor ugye kérték a koncepciót, meg fejlesztést, meg azok el lettek adva, hogy pályázatok, hogy ilyen. Aha, nem történt. Nem. Jó, hát ugye őszi utolsó takarítás a felső részen megtörtént a várba, de hát sajnos az oldal az ott maradt, az gyalázat akác ki van. Ugye most nekünk van engedélyünk, Zsuzsika, 25 méterre megint. Igen. Nem tudom, hogyha esetleg a jeneieket meg, mert ebből a berkenyeiből biztos nem lesz. Ha akik eddig csinálták, ha megint elindulnál, hogy hát ha elvállalnának, hogy már az is le lenne tisztítva, és akkor tavasszal nekiállunk. Hát megpróbálunk valamit kitalálni, hogy az államtól kicsikarni valak egy fő karbantartót, vagy valami pénzt, mert biztos van valami lehetőség, hogy ezt a területet valaki karbantartja, ez borzalom. Akác úgy nő, mint a tudva. És ugye a pénzügyi bizottságon Zsuzsika említette, hogy
a pár följárónak a fordulója, ugye idén volt programozva, hogy elkészül, és tájékoztatott minket, hogy ez jövő április 30-ig fog elkészülni. A sok munkára való tekintettel a vállalkozó nem tudja megcsinálni, ezt csak azért mondom, hogy tisztában legyünk itt a dolgokkal, mert vártuk, hogy kész legyen. És még itt a várral kapcsolatban volt eszembe, de most már elment. Ugye ez a kiállítás, igen, ezt szerettem volna a karbantartását megbeszélni, az Anita féle, az megoldódik, vagyis tájékoztatást kapunk, hogy mi lesz. Hát nem tudom, addig, ha valakinek van valami egyebe, vagy hozzá kérdése, nekem még lesz, csak elfelejtettem. Én jegyzőasszony szeretnék megkérdezni, mert nehányan már fordultak hozzám ezzel az ásatkutakkal kapcsolatban, hogy jó lenne, ha az önkormányzat valamiféle olyan segítséget nyújtana a lakosságnak, ami mindenki számára érthető, és teljesen szabályos, törvényszerű, hogy nehogy a lakosságnak valamiféle hátránya keletkezzen abból, hogy a nem tudásából fakadóan, vagy a nem kellő ismerettel, ismeret hiányában ne tudjanak megtenni olyan dolgot, ami szükséges. Én megígértem, hogy a mai testület ülésen ezt felvetem, hogyha pár mondatban próbálnál nekünk tájékoztatást adni erről, hogy most tulajdonképpen ez a jogszabály mit tartalmaz, mire terjed ki, mi a lakosnak a feladata, milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy az ásat kutyát legalizálja, mire vonatkozik a 2000-es évek előtt ásat kutakra, vagy a 2000-es év utáni ásat kutakra, amikor már vezetékes víz van a faluban. Tehát nem tudom most, jó lenne, mert össze-vissza vannak különféle információk, és ezek részinformációk, és a nem tudásból fakadóan lett belőle egy kaotikus állapot, és nem látnak tisztán az emberek, hogy most tulajdonképpen milyen teendője van annak, aki mondjuk a 70-es években épített, nem volt még vezetékes víz, és ásott a területén egy kutat, most neki mi a feladata? Mert komoly bírságokat helyeztek kirátásba a rádióba, én magam is személyesen hallottam azt a riportműsort, amikor egy erre feljogosított ember nyilatkozott, hogy az állam szeretne felmérni tulajdonképpen, mivel a földből kivett minden dolog a magyar állam tulajdona, így a víz is, és ezért szeretnének itt a központi szervek olyan adatokhoz hozzájutni, amelyekkel egyértelműen felmérhetik és kimutatást készíthetnek, hogy mennyi az a vízmennyiség, amit kivesznek a földből. Ez a paks, amit a kezembe fogok. Ez mindenről szól. Ezek különféle állásfoglalások. Katasztrófavédelemtől, törvényességi főosztálytól, és még egyéb állásfoglalások, és az az érdekes benne, hogy vannak ellentmondó dolgaik. Uh-huh. Van, ami ellentmond az egyik a másiknak. Tehát én ezért mondtam, én felvilágosítást, hogy ebben mi van, mindenkinek minden további nélkül adok, de azt én tőlem ne várjátok, hogy most mondjam meg, hogy most csináltasson rajzot, 40 ezer forintot öljön bele, és közben lehet, hogy november 10-én a parlament elfogadja azt, hogy kitolja 2020-ig. Mert ugyanis mai napon a Becsó Zsolt országgyűlési képviselő is közzétett erre a mindenféle médiában szerepel, és minden média másképp határozza meg. Holott például itt is, amit én csak hivatalos állásfoglalást mondok, háromféle verzió van kapásból. Pedig ezt mind jogi végzettségű emberek olvasták el és értelmezték. Tehát nem tudom, melyiknek lehet hinni. Én azért írtam azt, hogy én tájékoztatást minden további nélkül megadok, de én olyan tanácsot, hogy most öljön bele 40 ezer forintot vagy 50 ezer forintot, és utána kiderül, hogy lehet, hogy még sem kellett volna, ilyet biztos, hogy nem fogok javasolni, de a törvényességi főosztálynak a
értelmezésében pedig ez van benne. A törvényességi főosztály értelmezésével kapcsolatban én kértem egy kiegészítő tájékoztatást, mert ebben külön nem tér ki arra, hogy a 96-ban volt egy törvény, ami ő változtatta mindezt, hogy az előtti kutakra mi vonatkozik. Tehát egyrészt állásfoglalást kértem, hogy ami a kormány, mert én a kormányhivatal tekintem, mint felettes szervemnek a legmérvadóbb dolgot, ugye? Tehát úgy gondolom, hogy felettes szervként ők tudják a legmegfelelőbb tájékoztatást adni, tehát erre kértem kiegészítést. Tehát kiegészítést arra vonatkozóan, amit nem tudok, hogy éppen a te kérdésed a bizonyos intervallumot megelőző kutak esetében. Tehát kiegészítést kértem e-mailen. Bocsánat, nem akarom szóval Mariattal lenni, de feltétlen fontos megkérdezzem, mert ezt sokan fogják nézni és hallani. Tehát mi az alap jogszabály? Mert ebből még nem tudtam meg, hogy mi az alap jogszabály, amihez állásfoglalásokat kellett kérni több helyről. De mi a legfőbb jogszabály, ami mentén egy egyszerű parlagi falusi embernek el kell járni ahhoz, azért, hogy legalizáljon egy olyan dolgot, amit már akkor az élet legalizált, mert nem volt vezetékes víz, és nem tudta másképpen megoldani a családjának a vízellátását, mint saját telkén ásott kúttal. Amit annak idején az építési engedély kiadásakor jelöltettek is a telken, hogy hol van a kút. Igen. Tehát minden 70-es években kiadott építési engedély záradékában föl van vízellátás saját telkén ásott kuton keresztül. Na most nem akarok tudományosabb lenni. 11 jogszabály van itt felsorolva, azok egybevetésével és különféle időben érvényes rendelkezésének összevetésével lehet megkapni a választ, de mint említettem, többen többféle választ kapnak ezekben. Én most szeretném elkérni ezt az anyagot, én én átolvasnám, beletemetkeznék. A 2016 előtti kutak között, tehát ások kutakra ez nem vonatkozik? Van-e ilyen törvény? 2016 előtt ások kutakra. Mert ilyen is megjelent. Tudom, van amelyikben 2016 van, van amelyikben 96-os dátum van, van amelyik katasztrófa védelemben például 92-es dátum van. Jó, de tehát eltérnek. Tehát eltérnek a jogi vélemények és jogi állásfoglalások. Ezért kértem azt, hogy mondják meg. De én úgy gondolom, hogy ha az országgyűlési képviselő Becsó Zsolt Nógrád megyei közgyűlés, illetve Nógrád megyében azért ő képviseli az embereket, ezt kijelentette, hogy erre törvényjavaslatot nyújtottak be, és akkor nyilvánvaló, hogy szeretnék elfogadtatni, hogy 2020-ig nem csak a határidőt tolják ki, hanem ez így gyakorlatilag végrehajthatatlan ez a jogszabály. Igen. Tehát arra is orvosolni, megoldást kell és orvosolni kell. Ha ő ezt kijelentette, plusz egy államtitkár és a polgármestereknek az értekezeten kijelentette, akkor én bízom abban, hogy tudják ezt, hogy ebben lépni kell, és meg is fogják tenni. Én szerintem is most már szabad, november 16-as a pár napokja már ki lehet várni, de szerintem biztos, hogy akkor, hát, ha ők javasolják, őségben van, hogy is el. Hát mi is ezt a tájékoztatást kaptuk az államtitkár úr, képviselő múlt héten voltunk egy ilyen polgármesteri fórumon, és akkor, hogy elég sok probléma van ezekkel a kutakkal, az engedélyezési eljárással, és akkor várhatóan, hogy két évvel meghosszabbodik a határidő, és még azon is tárgyalnak, hogy esetleg a lakossági kutakat kiveszik belőle, hogy esetleg csak az ipari kutakat. Igen, meg hát amit öntözési célra, mert ugye ez nem tiszta, én előttem sem, hogy most ugye ezeket valahol szét kellene választani. Más az, ami egy gazdasági vagy gazdálkodói tevékenységhez kapcsolódó, vagy pedig egy otthoni, saját családi ellátásra szolgáló ásott kútról van szó. Hát ugye ezt a rádióban sem mondták, hogy most mire terjed ki a jogszabály. Itt csupán a szankciókat ecsetelték, hogy milyen komoly bírságot von maga után, hogyha valaki ezt elválasztja. Egy lakos nem is kap ilyen szájéba, honnan tudja? Csak amit hall a tévében, a médiában, az. Most fog kapni, hogy minden lakos egy hivatalos
dokumentumot, amin leírják, hogy kiknek kell, vagy fizesse be? Hát, hogyha már hivatalos. Ha hivatalos, ez gondolom, de amíg nem hivatalos. De addig nem kell csinálni semmit. Addig semmit, de addig ne is beszéljünk róla, mert nem tudjuk. Mert most jelen pillanatban még ez annyira nem hivatalos. Csak azt tudnám mondani, akárki ide bejön, hogy kell fennmaradási engedélyt kérnie. De fennmaradási engedélynek a neve. Kútra fennmaradási engedély. Na most elmondtad ezt a szakszót, igen. Jó, én értem, meg egy páran értjük, hogy mit jelent a fennmaradási engedély. Nem azt jelenti, hogy ő csak bejelenti, nem, hanem a külön szakvélemény. Na éppen ezt mondom, mire épülünk. Így van. Egy rajzot készített. Ugyanis ennek az a lényege, hogy a jegyzői hatáskörben azok a kutak tartoznak, amelyek 500 köbméter per év vízigény alattiak, karszt és rétegvizeket nem érintenek, tehát ehhez egy rajzot kell bemutatnia, prezentálnia, hogy milyen vizeket érintenek, amit csak egy szakember készíthet ki. Aztán háztartási igények kielégítését szolgálja, és nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki. Ez tartozik a jegyző hatáskörében. Na, tehát, hogy ezeket, mint ha valaki bizonyítja nekem, és a mostani kormányhivatal álláspontja szerint fennmaradási engedélyt kell kérnem tőlem az illetőnek, amihez így be kell nyújtani ezeket a dokumentumokat. Úgy van. Amit... De még ami nem kevés költségvonzattal jár. De ezzel élő jogszabály. Hát azért mondom, hogy csak kevés költségvonzattal. Tehát ennek a határideje most december 31. Tehát ha bejön, ezt mondhatom meg. Igen, mert ez az élő jogszabály. De kapott a lakosság bármilyen értesítő hivatalos levelet? Nem. Hát nem. Hát akkor addig semmi. Hát én mondom meg, hogyha most akkor... Addig semmi. Hát miért? A médiában mit hallasz? Hát az... Csak a médiában hallom. Kormánypárti vagy nem kormánypárti média? De Pali, most én hallottam... Nem, Feri. Pali, én hallottam egy hírt... Amit tévében hallok, hogy mindenre ugrok, akkor vége. De Pali, most a médiában hallottam egy hírt. Na. Jöttek hozzám néhányan, hogy most persze. Mi van? Most én a jegyzőasszonytól kértem egy tájékoztatót, a jegyzőasszony elővette az élő jogszabályt, ami valóban vonatkozik az ásott kutakra, és abban az esetben, hogyha ezt a jogszabályt nem módosítják, akkor ez a jogszabály mindaddig él, és bármi problémád van. De te honnan tudod, hogy van egy jogszabály? Hát most a törvény nem ismerete, nem mentesít annak hatája alól, igaz, jegyzőasszony? Tehát most jó, de az, hogy nem törvény. De az önkormányzat azért van a lakosságért, hogyha a lakosnak valami törvényi hiányossága van, akkor bejön az önkormányzathoz, és az önkormányzat jegyzőjének leteszi a kérését, és ő utána jár, és adja ezt a választ. De most bejön a lakos az önkormányzathoz, hogy nem történt valami új törvény? Nem. Hát a média a törvény kihirdetésének megvannak a módjai, igaz, jegyzőasszony? A média, rádió, televízió, írott sajtó, a magyar közlöny, hagyd ne soroljon. Meg a írásbeli értesítésre alaposan. Internet felé, mert akkor ugye, tudom, hogy most átkerültem egy másikhoz. Vagy... De nem az, most én azért tettem fel ezt a kérdést, mert hogyha azt mondja a jogszabály, hogy a helyi jegyző hatáskörében rendeli, hogy minden egyes érintettet a településen érintsen ki, bizonyos feltételekkel vannak. Hogy érintsen, vagy értesítsen ki, akkor már se leállzó fekvése, akkor ő, mint a törvény helyi képviselője, egy ajánlott értivevényes levéllel megkeresi a lakost, és értésért, igaz? Értésért. Igen, hogy na jó, most mindegy, csak most mondtam. Döntéseket kell közölnöm, tehát adóhatározatot például, de ez na jó, hát most mindegy, lehet, hogy egy kicsit túloztam, de a lényege az, hogy a lakost hivatalosan jegyzőtől kapják várjunk az elején. Tehát most figyeljétek ki is a parlamenti közvetítést, mert én úgy gondolom, hogy biztos, hogy be fogják azt mondani, hogy most akkor ennek meghosszabbították a határidejét, és hogy módosult ez a jogszabály. Tehát mi reménykedünk benne, hogy a határidő is meghosszabbodik, és az, hogy kikerülnek esetleg ezek a lakossági célfogyasztásra. A média hozhat egy befanikolást is az emberek körében, amikor hallják. Mert hát általában az a gyakorlat, hogy amit hallok a rádióban, meg látok a tévében, az már igaz. Hát ők nem gondolják végig, hogy lehet blöffölés is, meg különféle célzattal is tehetnek információt. Ezt mondom, hogy nem lehet alapozni egy médiában hallott. Hát ez azért mondom,
megmondtam, a jegyző azt, hogy megmondtam, most van egy ilyen élő jogszabály, hogy e szerint végül is ez nem egy... Az emberek olyanok, tiszkálja őket, mert senki nem akar fizetni, és ide fognak bejönni, mert fognak bejönni. Olyan, mint a kéménykertő. Mint a kéménykertő. Sőt, te kéményt ellenőrizni. A kémény sincs ember. Nem a sajnos igaz, hogy ezt a jogszabályt nem most kellett volna beterjeszteni, hanem legalább egy fél évvel ezelőtt. Mert elvileg, hogyha valaki tényleg szabályosan el akar járni, akkor azért nem hiszem, hogy egyik napról a másikra leakaszt egy olyan embert. Habár állítólag már ilyen verziót is hallottam, hogy vannak olyan emberek, akik járják a falukat, és felkínálják ezt a szolgáltatást. És már van is nála rajz. Az is lehet. Igen. Csak a címet kell beírni, meg a tulajdonos nevét. Minden előfordulhat, de ezt is hallottam, hogy már ilyen verziók is vannak, tehát mindig vannak ügyes emberek, akik mindenből erre való a fekete kutya, nagy fekete kutya erre való. Szerezni. Tehát én akkor, hogy azt mondom, hogy amíg nem muszáj, ne adjanak ki pénzt ilyenre, de elvileg, hogyha ez rövid időn belül nem születik meg, akkor mindenkinek elvileg engedélyt kell kérni. Tehát... Most ugye hova menjenek? Nem? Most hova menjenek? Meg azt tudjuk, hogy hova irányítsuk. Mint önkormányzat sem tudjuk, hogy hova irányítsuk. Most hova meg? Ki menjen? Kinek melyik irányától? Vagy hogy? Nem tudjuk. Szóval egyszerűnek tűnik a probléma, és nem is egyszerű. Ez egy bonyolult, nagyon összetett dolog. Mert most gondolj bele abba, hogy emlékezzetek vissza arra az időszakra, amikor a vízmű küldte a felszólításokat, hogy a saját kutatból kivett vizet, ha vízmérő órával nem szerelett föl, tehát ha nem mért, a saját kutat mért vizét nem bizonyított, akkor gyakorlatilag ugye a vízét nem fizet, de a csatorna szolgáltatást annak arányában fizeted. Tehát most nem lehet azt csinálni, hogy mit tudom én a vezetékes vizet nem használom, mert van ásott kutam. És akkor lehet ezáltal... csinálni, lehet, ha hivatalosan szabályosan bejelenti, és mint a tudom. Vizsgálatot is csináltad. Az plusz még 20 000 forint kb. De legtöbben ezzel trükközni akartak, hogyha nem fizetek vezetékes víz után, akkor nem fizetek csatornát. És akkor itt jött be a svéd csavar, hogy akkor azt mondta, akkor az országos vízfogyasztási átlagot veszem alapul, és akkor kiszámlázok a család létszámának függvényében X mennyiségű csatorna használati díjat. Tehát most érted, ezek nem egyszerű dolgok, mert hogyha legalizálni, akkor... Nekem még van még kérdésem. Egyébként. Azt na, csak kérem, a Mikulás rendezvény vonat. Meg van rendelve. És mikorra? Szombati napra, Mikulás előtti szombatra. Az mikorra? Második. Ugye, mert az munkanap. Munkanap? Persze. Vasárnap. Az második a vasárnap? Igen. Vasárnap, gyere! 6. a csütörtök. Elsője szombat, nem? Igen. Mert igen, valamelyik szombat munkanap, az komoly, hogy december 1-én szombat munkanap. Igen, december 1-én munkanap. Mert most november 10-ig? 10-10. Ott szó a várparkolóban lévő épületnek a tetőszigeteléséről. Igen, azt is kell kérdezni. Csak telefonon még 2 hónapja nem értem a Rózsika szigetelőt, azóta nem tudom, hogy elérte. Nem? Nem tudjátok elérni? Mert a Jani is hívta, ő se ért el. Te Jani? Te? Nem, a Varga. Ja. Pedig meg kell csináltatni, mert amit... Házi? Az infópont. Igen, az infó. Nem tudom, milyen szigeteléssel ki foglalkozik. Most Amerikában nem tudom, pedig muszáj. Nem, elalszik. Az infóistában kell megnézni, hogy hirdetnek tetőt, lakos tetőt. Lehet, hogy kóklerek, tudod? Nem. Jó szakember nem hirdet.
Nyolcak ember hárít. Jó, hát most. De mivel nem mindennapos dologról van szó, tehát... Másodika vasárnap 10-től 11-től. Na, még van. Első a munkanap. Másodika. És akkor még itt. Első a munkanap? Igen, munkanap. December első munkanap. De jó. Még itt szeretném Zsuzsika mondani, hogy ugye minden évben oda jutunk el, hogy amikor a közvilágításra rakjuk fel a karácsonyi díszeket, mindig becsúszunk a karácsonyba, hogy nem lehetne most megkérni időben. Szoktak küldeni papírt, amin meg tudjuk igényelni, tehát ilyen formanyomtatványra hozzá még nem küldtek. Tehát november közepetáján szoktak küldeni. Hogy időbe kérnék, nehogy megint hát időbe kértük mi akkor is. Csak akkor nem csak jöttek. Nem jöttek. Hát most is megkérem időben, nincs rá garancia, hogy időbe meg is kapjuk. Mert utána meg alig bírták leszerelni, akkor mennyivel tovább volt fent. Annyival inkább előbb legyen fent. Amennyivel később felrakták. Ez tényleg úgy van, hogy igen. Az idő megvolt, mert annyival később tették le. Tehát már szóltunk nekik, akár annyi szedni. Hogy erre legyen mondunk. Ez a fennmaradás engedi, most még mindig ezen jár. Ez a fennmaradás engedi, ez olyan, mint egy bírság. Nem. Nem? Még adventit azt nem akkor sem. Tehát a költségei, amire együtt járnak. Az hagyjuk már legyen. És akkor úgy másik. Mikor lesz a öregek napja? Az 17-ben van, azt hiszem. Az egyszer. Igen, építettek az a vételés. Jó, szerintem másodikán lehet, akkor úgy is ott vannak a gyerekek, most meg lesz gyújtva. 10-kor lesz. Mert másodikán kezdődik az első? Igen, első advent akkor van. Akkor pontot tesznek a gyerekek. Csütörtök 13. Még esetleg, hogy fenyőfát akkor nem... Akkor 12, mert szerdai napon. Fenyőfát, ha valaki tud, felajánlott-e, vagy nem, ez volt a önkormányzatban. Nagyot még nem. Még nagyot nem. Még nagyot nem. Hogyha esetleg valaki tud nagyot. Tavaly ugye a sebes rózsika, az ajánlott, lehet, hogy annak van még. A ragányéktól hoztak tavaly. Igen. A ragánykatéktól. Hogyha esetleg valaki jelzi itt a faluba. Vagy valaki tud. Jó. Már ilyenkor lassan, tehát úgy november tájában azért szoktak jelentkezni, hát hogy most van szeretek most. És a ravatalozóban a szenvedél, az már az új volt? Nem. Azért nem, az még a régi, nem. Az is most van. Ahogy most a ünnepségen voltunk, és figyeltem. Hát csak gyorsan azt kellett összeraknunk, mert lelek minden szedve, mert le van most már meszelve, és megvan az is rendelve. És még akkor én említettem, hogy szeretném ezt a falikart, hogy kettő falikart kell, ugye? Kettő van. Kettő, négy. Négy darab. Hogyha azt kettő, megvennék, kettő. Én a tiszteletdíjból lemondanám, nem tudom, Palina, Pali, hogy megevenni. Tektom vásárolni. Olyan hasonlót, mint a templomba. Szerintem az oda, két ágú? Most ezek két ágú, ilyen gyertyaformája van most. Na, az is a templomba, az is olyan hasonló, csak ne legyen az a túlcsillogos, krómozott. Vagyis ez az antik hatású. Ilyen antikolt réze a templomi. Igen. Jó. Szerintem négyet megveheted. Szerintem ezt rááldozzuk, lemondunk a tiszteletről, és hogy legyen rendben. Ugye az ablakok után nem tudom, hogy majd jelezni. Érdeklődni tudok. Nem tudom, Richard, hogy vagy ott a... Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen az aktív részvételt és az üdös bezárást.